Bécs 1445-ös pecsétje. Hertwig Anna vagyok. Most pedig elvezetlek titeket Bécs egyik városkapujához. Akik a Király utcának ezen a szakaszán sétáltak és nyitott szemmel jártak, biztos feltették már azt a kérdést, hogy miért vannak itt ezek a kőtömbök. Ami leszálló pálya. Történelmi dologhoz tartozik az a négy, valami, vannak valami idézetek rá írva, meg valami nagyobb kapu, ami annó régen nagyon volt. Meg lehet esetleg sok bábúnak a bástyája. Ezeknek a faragványoknak a története a tatárjárás utáni időszakra nyúlik vissza, amikor feltehetően az újabb tatár támadások elkerülése miatt építették a városfalat. A felépült védősánc körülbelül téglalap alakban kerítette körül a várost, melynek minden oldalán egy-egy átjárót nyitottak. A siklósi, a vas, a budai és a szigeti kapukat. Utóbbi kettőn hatalmas kereskedelmi útvonal vezetett át egészen a városközpontban található piacra. A budai kapu, a mai Király, valamint a Tímár és a Líceum utcák kereszteződésében lehetett. Pontos rajzaink nincsenek, de feljegyzésekből tudjuk, hogy kis előkapun majd a kaputoron őrségén át vezetett az út a belvárosba. A torony két oldalán lévő óra óránként ütötte a pontos időt, aminek hallatán nyitották reggel és zárták este a kaput. A Rákóczi szabadságharc után rohamosan romlani kezdett a városfal állapota, míg 1786-ban a toronyhoz kapcsolódó falrésszel, valamint a várárokkal együtt eladták, majd lebontották. A kapun kívüli házak jó részt a torony törmelék köveiből épültek. Valamivel kevesebb, mint 220 év után a budai kapu rekonstruálására az LKF Bécs 2010 programjegyében az ötletpályázatot a DVI iroda nyerte meg. A projektből beletartozott a kapu észak-keleti sarkán, a burkolatból kiemelkedő térplasztika. Ugyan nem az eredeti ötlet alapján, de megszületett a Király, a Líceum és a Nagy Flórián utcák kereszteződésében négy darab úgynevezett írott kő. A négy oszlopon négy idézet található. Aki erre jár, 16 idézetet olvashat. Egy-egy Pécshez kötődő költő, Bertók László által válogatott versének néhány soros idézetét viseli, vésett, festett betűk formájában. Tetszenek az idézetek? A közel 570 éves időutazásunk végéhez értünk. Látogassatok el Facebook oldalunkra. Sziasztok!